Kezelhetetlen gyerek nincs, csak meg nem értett. Ez a hitvallása a Presley Ridge Magyarország alapítványnak, mely a súlyos magatartási és érzelmi zavarokkal küzdő fiatalokat és családjaikat támogatja egy speciális módszertan segítségével. Ma szakmai napot tartottak a módszertannal kapcsolatban. Engert Jakabné alpolgármester köszöntőjében kiemelte, Kecskemét város vezetése törekszik arra, hogy biztosítsa a társadalmi felzárkózás segítő képzések megvalósulását. Gruber Andrea, az alapítvány igazgatója elmondta, a viselkedés zavarok 90%-a a korai gyermekkorban elszenvedett traumák lenyomata. Ahhoz, hogy ezt jól tudjuk kezelni, ezeket a viselkedésben megjelenő zavarokat, ahhoz odáig kell visszamennünk, ahol a trauma történt a gyerekkel. Tehát, hogy amelyik életkorban őt érte ez a negatív hatás, odáig kell visszamennünk, és onnan felépíteni az ő idézőjelben terápiáját, mert hogy akkor tudja az agy újraépíteni azokat az idegpályákat, amik akkor a korai időszakban elmaradtak. Az alapítvány célja a súlyos magatartási, beilleszkedési és érzelmi nehézségekkel küzdő fiatalok sikeres életvezetési esélyeinek növelése, a velük és családjaikkal foglalkozó szakemberek módszertani kultúrájának szélesítésével. Van több ilyen képzésünk, ahol bemutatjuk ezt a szemléletet, bizonyos módszereket, technikákat is tanítunk, és amikor ezeket a képzéseket elvégezték, utána nagyon szorosan mentoráljuk a kollégákat. Tehát, hogy nagyon konkrétan például megnézzük azt, hogy ő hogy tartja az óráját, vagy hogy kezel egy-egy helyzetet, és utána arról beszélgetünk és feldolgozunk. Kecskeméten több intézmény működik már ez szerint a traumatudatos elv szerint. A város ebben élen jár. A konferencián bemutatkoztak a Presley Ridge Magyarország alapítvánnyal együttműködő intézmények. A szervezetek szakemberei átadták tapasztalataikat és beszámoltak eddigi eredményeikről.